1879-ben a kőszínházak között csaknem elsőként épült meg a Békés Csabai Jókai Színház épülete. Akkor a Vigardában tartották meg a nyitó ünnepséget, idén pedig a színház előtt emlékeztek meg az épület 140. születésnapjáról. Ez alkalomból Seregi Zoltán, a színház igazgatója mondott beszédet, melyben többek között sorra vette, hogy az épület használata miként változott az évek során. A színház épületében lévő Vigadó terem a város kulturális életében kezdettől kiemelkedő szerepet töltött be. Előadóesteket, koncerteket, bálokat és estélyeket is tartottak ebben a csodálatos helyiségben, ahol aranyozott velencei metszett tükrök és intarziás parketta káprázhatta el a közönséget, és ahonnan átjáról nyílik a szomszédos Fiume szállóban. A második világháborút úgy, ahogy szerencsésen átvészelve, 1953-ban megpecsételődött a Vigadó sorsa, a lebontásra ítélt Apolló mozit helyezték ide, igaz ideiglenesen. Két év alatt teljesen tönkrement. A mozi után aztán ismét a színházi lett a terem, előbb festőműhelynek, később próbateremnek használták. 1994-ben, amikor szinte a színház egészét érintő felújítás történt, ennek során a Vigadó is megújult és ismét teljes pompájában várja a város közönségét. A program keretében Bartus Gyula, Jászai Mari díjas színművész egy verssel keltette fel az arra járók figyelmét. Ezt követően páros színházjegyeket sorsoltak ki azok között, akik korábban részt vettek egy online vetélkedőn. A sorsoláshoz az igazgató Békés Csaba polgármesterét Szarvas Pétert hívta segítségül. Az Alföld első kőszínháza volt a Jókai Színház, 140 éve épült, és akkor tartották az első előadást, legyünk erre büszkék. A kultúra egyik nagy fókusza természetesen a Jókai Színház, és ünnepeljük meg a 140. évfordulót. Reméljük, hogy még nagyon sokáig fogja szórakoztatni, és bölcsebbé tenni a csabaiakat és a békés megyeieket. Az eseményt a színház növendékei zárták, akik születésnapi köszöntővel kívántak még hosszú éveket a Békés Csabai Jókai Színháznak. Szülinapod alkalmából köszöntelek téged. Még csak 140 éves vagy. Előtted az élet. Szeretteid körében legyél mindig vidám. E nap neked mindenki boldogságot kíván.